Szabó Alexandra 10 éve bocsázik, az országos bajnokversenyző tavaly óta Pécsett edz. A sevillai Európa-bajnokságról egy arany és egy ezüstéremmel tért haza. A Magyar Parabocsa Szövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a PTE-PEAD szervezte azt az edzőtábort, melyen részt vett a két pécsi válogatott sportoló, Szabó Alexandra és Berkes Gergő, valamint a budapesti Nagy Vivien is edzőjével, Szász Zsolttal. A hétvégi válogatott összetartáson már az áprilisi Zágráb világranglista pontszerző versenyre készültek a bocsások. Zágrábra készülünk az idejévnek az első világranglistás versenyére. Ugye a tavalyi Európa-bajnokságon Szabó Alexandra Peasznak a versenyzője aranyérmes lett, míg a BC4-es páros Szabó Alexandrával és a Szegedű Hegedűs Lászlóval ezüstérmes. Ezzel ők kvalifikálták magukat a 2022. decemberi Rióban tartandó világbajnokságra, és ugye az a fő állomása ennek az évnek, de hát lépésről lépésre haladunk, első a Zágráb, és itt próbáljuk a ranglista helyezésünket megerősíteni. Az Európa-bajnoki ezüstérmes párosunkból Hegedűs Lászlónak volt egy krónikus sérülése, ugye ez komolyra változott az Európa-bajnokságon, hatalmasat küzdött, hogy ezt az ezüstérmet megszerezze Alexandrával. Műtétje van, rehabilitáción esett, tehát esik át jelenleg is, hosszabb idő a felgyógyulása, de a BC4 párosnak mennie kell, és ezért Berkes Gergő, aki már 4 éve készül a BC4-es párossal, így ő kapta meg azt a lehetőséget, hogy most Szabó Alexandrával képviselje a magyar színeket. Berkes Gergő a Covid miatti hosszú versenyszünet után most tért vissza a pályára. Nehéz volt, de lehetett. Tehát otthon a nappaliban, meg a konyhában labdáztunk, illetve sok volt a mentális erősítés, aminek most reméljük, hogy meg lesz a gyümölcse. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindketten Pécsen edzünk, úgyhogy csapattársak vagyunk, szóval így napi szinten találkozunk, ilyen gond nincsen, hogy új lenne a helyzet, így együtt a játék. Most egy nemzetközi ranglistás versenyre készülünk éppen. Április 2-án utazunk. Világranglistára tudod gyűjteni a pontokat, és így szépen 2024-es Párizsi Paralimpia felé igyekszünk. Kinga és András a válogatott sportolókat segítették hétvégén, hogy jobban fel tudjanak készülni a zágrábi páros versenyre. Nekünk igazából a Geriéknek a segítése volt. Igazából az, hogy minél jobban gurítsuk a labdákat, minél koncentráltabbak legyünk. A Gergőjék így ketten együtt párosban mennek, április elején lesz Zágrában egy bajnokság, és a mi feladatunk az volt, hogy próbáljuk nehezíteni az életüket, ezzel segíteni a felkészítést. Felkészülő több kedvesebb sikerrel. Ugye én annyira hálás vagyok, hogy ilyenkor itt lehetek. Nekünk csak egyetlen egy edzésünk van egy héten, de ilyenkor 2 napig reggeltől estig egyrészt tudunk gyakorolni mi is, másrészt látjuk, hogy milyen taktikát követnek, hogyan játszanak, nagyon-nagyon jó. Egy kategóriában vagyunk Andréssal, ugye mi hál' Istennek azért vagyunk olyan egészségügyi állapotban, hogy nem tudunk, nincs kategória nemzetközi verseny egyelőre, bár állítólag szó van róla. Tehát én is a magyar bajnokságra készülök. A magyar parabocsa válogatott rengeteget dolgozik, ennek egyik ékes bizonyítéka a sikeres Európa-bajnoki szereplés. A cél, hogy minél több versenyre eljussanak a sportolók, a csoportkörből tovább menjenek és értékes pontokat szerezzenek a decemberi világbajnokságra.